Ezek voltak hát Sátoraljóújhely elmúlt időszakának legfontosabb történései. Röviden köszöntő polgármester úr a stúdióban. Jó estét kívánok! Kezdjünk is bele abba a témakörbe, amely az itt élőket leginkább szokta foglalkoztatni, és leginkább látványosan érinti, mindenki megtapasztalja. Fejlesztésekkel foglalkoznánk a fogadóra első rövid időszakában. Homlokzat felújítási programot hirdettek, illetve hoztak létre a Városüzemeltető Bizottság tárgyalta. Miben áll ez? Mert úgy tudom, valamiféle támogatást kap az, aki az utcára néző, tehát a épületének a homlokzatának felújításába kezd. Igen, valóban így van. Megvannak ennek a pályázatnak a sajátos paraméterei, még az is, hogy mely város részekben, mely utcákban lehet pályázni erre. Hiszen a frekventált, műemléki vagy a városképi szempontból fontos övezetbe tartozó épületekre vonatkozik ez a pályázat. A város honlapján a utcalista természetesen megtalálható, és aki azon a részén az utcájának, a városnak úgy gondolja, hogy szeretne egy felújítást, az alaposan nézze át, és bizony az önkormányzat támogatást nyújt, több százezer forintot is akár annak a családnak, tulajdonosnak, aki az épületét felújítja, és ezáltal a külső megjelenése a környezetben illő lesz, esztétikus lesz, szép lesz. Nem új a történet, mi találtuk ki, de már korábban, és amikor ez a program beindult, akkor elég sokan használták. Ez még bizony a gazdasági válság előtti időszakban volt, és a jó néhányan igénybe vették, majd megállt a felújítási kedv, hát lehet, hogy kedv lett volna az itt élő polgároknak, csak nem volt rá pénzük, és éveken keresztül nem is vette senki igényben. Most történt egy bizonyos fokú szélesítés, leporoltuk, és újra kiírásra került a pályázat. Valóban van erre lehetőség, és én azt hiszem, hogy az önkormányzatnak az is feladata, hogy ösztönözze a tulajdonosokat, adott esetben bérlőket is, bár az egy másfajta forrás lehetőség, forrás lehívási lehetőség arra, hogy az épületek megfelelő rendet sugározzanak. Ez százalékos arányban meghatározott támogatás? Mert nem, mert tólik határban természetesen, hiszen hogyha százalékos lenne, és mondjuk valaki 50 millió forintos felújítást végezne, mondjuk annak egy 5-10 százaléka, és ez elég magas összeget jelent, és hogyha ehhez hasonló több is előfordulna egy évben, ami egyébként örömteli, de a mi költségvetésünk szempontjából túlságosan magasra helyezett mércét jelentene, úgyhogy ez egy tólik határt jelent, de fix. És a felújítás képe, az hol van rögzítve? Tehát nem mindegy, gondolom, hogyha valaki Csíkosra vagy Pöttyösre szeretné ez az utcaképet, városképet, nem biztos, hogy kedvezően befolyásolja, tehát gondolom valamiféle megkötés van ebben. Hogyne. Van egy, az önkormányzatnak van egy építési rendelete, amelyben nagyon sok minden le van határolva, sok esetben talán elég szigorú is, és van egy főépítészünk, aki bábáskodott ennek a rendeletnek, a építési rendeletnek az elkészítésében, és ott bizony meg van határozva, hogy milyen tetőfedés, milyen ablakkeretek, milyen homlokzat, az, ami egyáltalán lehetséges, és ez még a pályázaton kívül is igaz. Tehát egy felújítás esetében is a különösen világörökségi területre Sátoraljóújhely, mint egy egész Tokaj hegyalja, itt nagyon szigorú szabályzók lépnek érvényben, és hogyha közvetlen környezetében az épületnek műemléki épület található, akkor még adott esetben a műemléki hivatal is, vagy a tervtanács is véleményezheti a felújítást. Erre én magam is azt mondom, hogy talán ez túlzás, talán ez egy kicsit sok, mert ha valaki összegyűjti a pénzt, és szeretne egy tisztességes, kinézetű épületben, lakásban lakni, ha különböző előírásokkal megnövelik, mert ezek az előírások mindig azt jelentik a végén, hogy többe fog kerülni. És ha ezzel megnövelik a költségeket, akkor lehet, hogy legyint egyet. És azt mondja a tulajdonos, hogy hát akkor így marad. Nehéz ebben igazságot tenni, de a kérdésre válaszolva igen, így van, ahogy szerkesztő úr mondta,
meg van határozva, hogy hogyan kell az épületnek kinézni. Több helyen láttak már, vagy látnak a városban, nem csak Újhelyben, de hát itt most Újhelyben élünk. Látnak olyan épületeket, hogy a homlokzat egyik része rózsaszín, a másik meg piros. Most lehet, hogy nem jó példát hoztam, de mindenki biztos észreveszi. Ráadásul a főutcán is vannak ilyenek. Ez például teljes mértékig szembe megy a helyi rendeletünkkel, mert nem lehet olyan, hogy egy homlokzat, egy épület homlokzata például kétféle alapszín, alaptónus, és nem egy épület az egységes kell, hogy kinézen esztétikai szempontból, meg látvány szempontjából is. Polgármester úr említette, hogy a felújítási kedv vagy a pályázat miatt nem mindenki részesül ebbe. Egy olyan felújításról beszéljünk most, amely azért szinte mindenkit érint. Sátoralja új helyen, a gyermekorvosi rendelő megújult, tehát gyakorlatilag felújítják az egészségházat. Ez milyen pályázatból, vagy milyen forrásból, mennyi idő alatt valósul meg? Hát helyesbítenék, nem az egészségházat, hanem az egészségháznak azt a részét, azt a szeletét, ahol az alapellátás működik. Ez a gyermekorvosi rendelőket jelenti, kívül belül a váróval együtt, vizes blokkokkal együtt, a védőnői szolgálatot jelenti. Na, ez a rész az, ami megújul, és ez kb. 50 millió forint. Keopos pályázatról van szó, nyilázáró cserékkel megpróbáljuk olcsóbbá tenni a működését egyúttal, másrészt pedig a belső kialakítását olyanná tenni, hogy az ott dolgozók számára is, és természetesen az oda jövő szülők és gyermekek számára is elfogadható, barátságos kultúrát, környezetet jelentsen, biztosítson. Mert hogy most nem volt az. A védőnök egyébként éveken keresztül mindig kérték, hogy a munka körülményeik azok javuljanak, mert nem megfelelő. A kialakítás sem, és hát egyáltalán lelakott, sok esetben már balesetveszélyes volt ez a része a rendelőintézetnek, az egészségháznak. Ez a munka elindult, és az év végével be is fejeződik, és akkor utána mindenki visszaköltözhet. Egy jó hír, én azt gondolom, hogy az ügyelet problémát is megoldjuk, a rendelőintézetből lesz az ügyelet, mint annak idején korábban is volt hosszú évtizedeken keresztül. Ezt is meg tudjuk oldani ebből a pénzből, úgyhogy szerintem egy szép szeletét újítjuk fel az egészségügynek. Egy másik jelentős és hát patinás épület a Keri felújítása, korszerűsítése is zajlik, elkezdődött. Itt ugye egy érdekes helyzet van, tehát maga az oktatási intézmény az nem a városé, de az épület a városé. Hogyan sikerült ezt, hogy lehet megegyezni az egyházzal, hogy milyen pályázatból lehet ezt felújítani, vagy milyen törekvésből, közös pályázat, külön csak a város, ki nyúlhat ez az épülethez, illetve kinek a kötelessége egyáltalán? Ternyák Csaba érsek úr és egyáltalán az EGRI érseki hivatal, mint fenntartó, a pályázat kapcsán és általában is nagyszerű partner. Tehát mi együttműködünk az intézmény fontosabb ügyeiben, és akkor, amikor az átadás átvétel megtörtént, akkor tettünk is egy ígéretet egymásnak, hogy az első és lendő alkalommal pályázati forrásból a Kerit fel kell újítani. Akkor még nem lehetett tudni, hogy ki pályázhat, az egyház, az önkormányzat vagy a kettő együtt. Úgy alakult a helyzet, hogy egyszerre egy időben két pályázat ment be, az egyiket mi adtuk be, a másikat az egyház. Az egyházi nyert. És ezért az ő pályázatuk kapcsán újulhat meg a Keri, de az önkormányzat állja az ön erőt. Hiszen azt is vállaltuk, hogy miután az épület nem volt megfelelő minőségű, nem volt megfelelő állapotú, azt mondtuk, hogy mi jó gazdái szeretnénk akkor is lenni ezeknek az iskoláknak, óvodáknak, oktatási intézményeknek, hogyha nem a mi fenntartásunkban működik, mert a tulajdonosok akkor is mi vagyunk. Ezért vállaltuk ezt be, és ezért örülünk annak, hogy a pályázat elnyerésre kerül, sőt, hát a lassú tempóban is, de megindult a felújítás, a tornaterem épületével kezdődött. Most ez azt kell tudni, hogy az egyház is látta azt, hogy a körülbelül 120 millió forintos forrás az nem elég mindenre. Egy teljes rekonstrukcióra készítettünk egy költségvetést 3 vagy 4 évvel ezelőtt. 300-350 millió forint kellene ahhoz, hogy a Keri, ahogy mondani szokták, a pincétől a padlásig megújuljon. Hát ez ugye a háromszoros annak, amit nyertünk. Mégis
ezt a lehetőséget ki kell használni. Úgyhogy így a nyilázáró cserék, a napelemek elhelyezése, a szigetelés, a festés, az mind-mind belekerül a programba, sőt még az aula fölötti világító tető is cserére szorul, és annak a cserének a lebonyolítása is megtörténik ebből. Nekem azonban talán a legfontosabb, hogy a kordonok, mert nem csak a parlamentnél volt kordon hosszú évekig, hanem a postaköznél is kordon volt, vagy van jelen pillanatban is, hogy a kordonok eltűnjenek a járdáról, a járda széléről, mert ugye a baleset veszély miatt körül kellett zárni azt a részét az utcai homlokzatnak, mert hogy az is megújul. Kap egy új vakolás, majd pedig egy szigetelő festést, és egy tisztességes, szép iskolai épületet kapunk újra, mint ami ennek egyébként lennie kéne. Ez azért fontos, mert bár nem ettől lesz olcsóbb, mert ugye a pályázatnak a kiírás arról szól, hogy az üzemeltetési költségeit lefaragja a pályázat kapcsán az üzemeltető. Ez meg fog történni természetesen, de ebbe belefér ennek a homlokzatnak a felújítása, és ez nekem azért a szívügyem és azért fontos, mert ez egy gyönyörű szép épület, ez egy patinás, meghatározó épületes átorai újjének, és rendkívül módon lelakott és elhanyagolt állapotba került az utóbbi évtizedben vagy évtizedekben. Azt tudnám mondani, hogy hasonló helyzetben van, mint a Bortemplom, a város másik oldalán, a másik végén, de ott is jó hírt tudok mondani, vagy fontos előrelépésről tudok beszámolni. Az önkormányzat megvette az 50%-át az épületnek, így a másik tulajdonostársal közösen várjuk az ősszel megnyíló uniós pályázatokat, és igenis pályázni fogunk, és igenis fel fogjuk újítani a Bortemplomot, ha másból nem, akkor a világörökségi pályázatokból, hiszen ha valami sátorai újhelyben a Tokajhegyi borvidék világörökségéhez illeszkedő beruházás, akkor a Bortemplom felújítása az. Úgyhogy ezzel is tovább fogunk menni. Biztos, hogy ki fogjuk hajtani a rendelkezésre a forrást, és olyan funkciót is tudunk mögé tenni, ami nem egy látszatberuházást jelent. Én sok esetben biztos szerkesztő is látta más településeken, le van lakva egy épület, föl kell újítani, nyertünk rá pénzt. A beruházás elkezdődik, majd befejeződik, és aztán megvakarják a fejüket a városvezetői, vagy a település vezetői, és azon gondolkoznak, hogy jó, itt van ez a háromszintes épület, de mi a fenét fogunk benne csinálni. És akkor azt szokták ráírni, hogy idegenforgalmi központ, meg ehhez hasonló, vagy kulturális pont, ami rendkívül jó hangzik, csak az adott esetben azt is jelenti, hogy nincs tartalommal megtöltve. Na, ilyen beruházásokra, tehát úgy nincsen szükség egy ilyen beruházásra, hogy csak azért felújítjuk, hogy ne álljon úgy. Az is szép egy adott esetben, műemlék esetében, de egyen mindig tovább kell gondolkozni. Tehát olyan tartalommal kell megtölteni, aminek van értelme. Ami miatt annak az épületnek meg kellett újulnia, ami miatt oda embereket lehet behozni, és ennek a funkciója most ebből a szempontból széles a paletta, mindegy, hogy idegenforgalom, vagy kultúra, vagy oktatás, de jól kell meggondolni. Idegenforgalmi szempontból számtalanszor felmerült már az a kérdés, hogy ezt a térséget, Sátoraljó új helyt, de akár valóban a borvidékről is beszélhetünk, ha már világörökségi területekről esett szó. Nagyon nehéz megközelíteni, és innentől kezdve ez azért beszűkíti a lehetőségeket, akármilyen turisztikai látványosságot tervez, épít a városvezetés. Nehéz ide eljutni. Elindult a lobby a 37-es út négysávosításáért, Intercity vonalért emelt szót többször is már egyébként Sátoraljói és Sárospatak is több település polgármestere összefogva, valamint az itt élőknek egy óriási álma a vasút villamosítása lenne. Na most erről mindig voltak ígéretek, a következő 4 éves ciklusra, a következő 10 évre, 16 évre, hát most lőtávolba került, legalábbis egy ígéret szerint, most már 2016-ra ígérik. Ez ugyan nem városi pályázat, de az itt élőket ez rendkívül foglalkoztatja bizonyára. Tehát 2016-ra elvileg villamosított vasút
ton haladhatnak az itt élők Budapestre, ami cirka 3 órára rövidíteni a menetidőt. Hát ez egyelőre valóban csak álom. Mit tud erről polgármester úr, közelebbit? Reális-e ez a 2016? Most ebben a pillanatban, a mai napon, augusztus 5-én azt tudom mondani, hogy akár mind a három elképzelés valósággá válhat. A vasút villamosítása 2016-ban, az Intercity járatok újraindítása az őszi téli menetrendtől, és a 35-es útnak a kétszer-két sávosítása is. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy egyik sem alanyi jogon kerül majd megépítésre, és biztos, hogy azok a források, amelyeket erre lehetnek költeni, azok az ország más részére is fordíthatóak. Ezért, és annyi pénz sose lesz, hogy mindenhol jusson, ezért még komoly politikai lobbira, illetve a döntéshozók meggyőzésére, jó értelemben véve meggyőzésére van szükség, hogy elfogadják már végre, hogy lehet világörökségi nyilvánítani egy vidéket, benne 2 vagy 3 tucat települést, a szöllőket, a dülőutakat, egyáltalán a kultúrtájat. Ha az infrastruktúra nincs képítve hozzá, akkor ez majdnem teljesen felesleges. Hát benne volt a kérdésben ez, amit hallottunk szerkesztő úrtól. Igen, ez a minimum, hogy megközelíthető legyen. Aztán még nagyon sok minden más kell hozzá. Most úgy néz ki, van egy viszonylag erős ígéret levél formájában a vasútvezetőjétől, az Intercity járat egy pár beindulhat. Van egy ígéret a vasút villamosítására. Egyébként egy-egy szakaszt újítanak, erősítenek, tehát hogy ez két részből áll, most nem akarom bonyolítani, én is értek hozzá, alap és felépítmény, tehát lehet villanyvezetéket kihúzni a vonat fölött, hogyha a pálya teherbíró képessége nem bír el csak 40 km-es sebességet, akkor megette a fene, nem mindegy, hogy dízelmozdonnyal, vagy gőzmozdonnyal, vagy villanymozdonnyal érünk fel 2 órát Miskolcra, teljesen mindegy. Tehát meg kell erősíteni a vasúti pályát, és ha az meg van erősítve, ahhoz hozzá lehet tenni a villanydrótot, a villanyvezetéket, és akkor van kész egy beruházás. Na, az első részét, az a pálya erősítését, azt folyamatosan végzik, ezen az évben, ha jól tudom, 4 km-es szakasz kerül teljes felújításra. Képviselő úr nagyon sokat dolgozik, Öcsikriát képviselő úr egyébként ennek az ügynek az érdekében. És ezek a kis szakaszos felújítások eredményezhetik azt, hogy akkor a nagy program is megvalósul. A legnehezebb a háromból talán a kétszer-két sávosítás. Komoly budapesti szakértői csoport, például aki a világörökségi kezelési tervet is készítette, nem itt élnek, de ők megmondják nekünk, hogy miért jó nekünk valami, vagy hogyan kéne gondolkoznunk 260 kilométerről. Egyébként mi nem fogadtuk el, tehát Sátorlóvé városa nem fogadta el. Épp ez a következő kérdésem, hogy miért? A kezelési tervet. Hát azért, mert voltam már sok skanzenben az életemben, de azt gondolom, hogy én nem szeretnék skanzenben lakni. De és azt is hiszem, hogy az itt élő sem. Mert azért olyan sarkos megfogalmazást papírra vetni, hogy nem elsődleges a munkahelyteremtés ezen a vidéken, hanem majd a bor és szőlő kultúrából majd megjelennek az emberek, mert évszázadokon keresztül ez így volt. Nos, aki ezt le tudja írni, az egyéb furcsaságokra is képes, hogy visszafogadtam fogalmazok, ez nem mehet. Na, ez az a csoport, amelyik úgy gondolja, hogy ha szerencsé kell eljönni az autóútnak, és honnantól csak egy jó állapotú út kell, hogy menjen, mert innentől már nem kell rohanni, itt már a turista, a kiránduló, a bort kóstoló, menjen csak szépen, nyugodtan, nem kell, hogy a nagy vérkeringésbe benne legyen. Csak azt felejti el, hogy ha most összeadnánk a településeken élők számát, akkor egy Miskolc környéki létszámot, lélekszámot kapnánk, hát a fene egye meg, hát mi az, hogy nekünk nem kell, de hogy de miért ne kéne? Vagy például az ipari területek méretének az újragondolása. Hát ez biztos nem arról szól, hogy megnagyobbítsuk a rendelkezésre álló ipari területeket, hanem arról, hogy ezt csökkentsük, mert hát mondjuk a kultúrtáj szempontjából ez nem biztos, hogy esztétikus.
Mi meg azt mondjuk, hogy nekünk van 16 hektárunk, meg van egy ipari parkunk, vannak tartalék területeink, és én azt szeretném, hogy az én életemben, az én időmben, az itt élők örömére, ott mind-mind különböző cég települjön meg, cégek települjenek meg, és szippantsák fel az utolsó munkanélkülit is, még a környékről is. De ez nem esik egybe. Na, velük lesz még, azt gondolom, hogy elég sok csatánk. A turisztikai fejlesztéseken és az idejutáson kívül nyilván az itt élők életminőségével is sokat kell törődni egy önkormányzatnak. A fiatalok lakáshoz jutásáról már többször ejtettünk szót. Úgy tudom, a Vagyongazdálkodási Bizottság is tárgyalta ezt, mert megnövelik a támogatást lakásvásárlásra és felújításra. Mi volt ennek az oka? Tehát, egyrészt nyilván lehetőséget kell, tehát anyagi lehetőséget teremteni, de mi az oka ennek? Ekkora igény mutatkozott rá az utóbbi időben? Mert akkor sikeresnek mondható az a program, amely a fiatalok itt tartására irányult. Messze vagyunk még a sikertől. Az első lépéseket tettük meg, de az a kettősség, az továbbra is érezhető a vidéken és így nálunk is, hogy egyrészt sok az üres és eladó lakásingatlan, de egy fiatal kezdő, életet kezdő házaspár nem tudja megvenni azokat a lakásokat. Hát, honnan is lenne annyi pénzük? Tehát, ha valaki elkezd dolgozni, akkor valószínűleg, ha csak a szülők nem támogatják, nincs a takarékpénztárban 20-30 millió, vagy akár csak 10 millió forintja sem. Ezért szükségük van minden egyes segítségre ahhoz, hogy olyan méretű lakást tudjanak venni, ahol el tudják kezdeni az életüket. Ebbe korábban is besegített Sátora Juhé, ez a pályázat sem új. Tehát ugye beszéltünk az elején már egy lakás formalizációra kapcsolatos pályázatról, ez sem új, és ez régebbi, mint amióta én polgármester vagyok. Ezt örököltük, ez egy jó pályázat volt, egy jó kiírás volt. Mi megóvtuk, megtartottuk ezt, és ezért is pontosan ugyanaz volt a helyzet, amit a homlokzatfelújítási programra is mondhatok, vagy mondhattam. Bizony egy jó ideje ilyen igény nem nagyon érkezett be most. Úgy tűnik, hogy azért van egy elmozdulás. Nem akkora, mint amilyet szeretnénk, de mindenképpen van. És eljött az ideje annak, hogy itt is szétnézzünk, hogy hogy áll ez a kiírás. Hát úgy áll, hogy közben az infláció azért, bár az éven még egyenlőre defláció van, de mégiscsak nőtt, az árak is nőttek, a fizetések meg nem annyira, vagy egyáltalán nem, és ha komolyan veszük magunkat, akkor növelni kellett az igényelhető forrást is. Ezt rakta rendben a szakbizottság. Nem mindenki lakáshoz jutását támogatja az önkormányzat, és egy nagy port kavart hír volt, mikor felröppent az, hogy rendeletet alkot az önkormányzat a lelépési pénzzel esetlegesen beköltözők ellen. Nos, ez a rendelet megszületett. Mit tartalmaz egy ilyen rendelet? Hogyan lehet ezt a fajta határvonalat meghúzni? Pozitív diszkriminációt alkalmazunk a Sátora Juhében élők javára. Ez azt jelenti, hogy amit megkaphatnak az itt élők, az nem jár annak, aki úgy jön ide, vagy ne jöjjön, de ha jönne, hogy ő valahol egy másik településen kap 2 millió forintot azért, hogy onnan elmenjen. Hát a fene hegye meg. A új helyieknek nem járnak 2 millió forint, vagy bármelyik más településen élőknek. És akkor, hogyha jár neki 2 millió forint, akkor nekik ennyivel több van az itt élőkhöz képest. Ezt kapják, csak azért, mert hogy onnan elmennek. Hát, ha nekik ez jár, akkor itt nekik meg az jár, hogyha munkahely van meghirdetve, akkor új helyet veszünk föl, például a közmunkaprogram keretén belül, amit az önkormányzat szervez. A különböző önkormányzati támogatások esetében is ugyanaz a helyzet, de vannak még lehetőségek. Most tekintjük át, lehet, hogy még ebben az évben ezt a kiírást, ezt a rendeletet, ezt még szélesíteni fogjuk, és még további felsorolás lesz olvasható, hogy mi az, ami az új helyeknek jár, és mi az, ami nem jár azoknak, akik költözködési támogatást igénybe véve szeretnének mondjuk idejönni. Ez egy prevenciós intézkedés, ez egy megelőző rendelet, hál' Istennek. Nincs olyan jelzés, hogy bárki is ilyen támogatást igénybe véve ide szeretne költözni. Azért hoztuk meg ezt a rendeletet, és azért voltam szomorú, hogy szándékosan kiforgatták
a rendeletnek az okát, megpróbáltam egyértelműen és többször elmondani, hogy miért és miről van szó. Kiforgatták az okát, és olyanokat mondtak, hogy politikai haszonszerzésre jött létre, ez volt a hátsó szándék, jött létre, lett meghozva ez a rendelet. Ez butaság, tehát erre nincs mit mondani, mert hogy mi mindnyájan a képviselőtestület tagjai és a város vezetése azért vagyunk oda téve, azért kaptunk bizalmat az ítélőktől, hogy az ő érdekeiket képviseljük. Ez nem politikai haszonszerzés, hanem ez a kötelességünk. Talán mostanra már mindenki megérti. Polgármester úr, műsoridőnk lejárt, végére értünk. Köszönöm, hogy vendégünk volt. Egy hónap múlva találkozunk. Úgy legyen. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. Viszontlátásra.